Az Ökumenikus Imahét országosan január 19-től 26-áig tart. Az imahét anyagát idén a máltai keresztények állították össze, amelynek a központi igéje egy az apostolok cselekedeteiből vett idézet. Nem mindennapi emberséget tanúsítottatok irántunk. A kaposvári református templomban Petró László lelkész köszöntötte a katolikus, református, evangélikus és baptista híveket. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött és szabadát tudta tenni a ma estét azért, hogy együtt imádkozzunk és együtt halljuk Istennek hozzánk szólóit. Az ökumenikus istentiszteleten ige hirdetésében Varga László, a kaposvári egyházmegye főpásztora elmondta: a megosztottság korát éljük, mely jelen van közösségeinkben, országunkban, Európában és egész világszerte. És minden országok közötti konfliktus, családi konfliktus, vallási konfliktus ebből a megosztottságból születik, mert nincs bennünk egység. A megosztottságot először a szívünkben kell felszámolni, és azzal, hogy elindulunk önmagunk helyes szeretetének az útján, és akkor könnyű lesz szeretni a másik bűnöst, aki ugyanolyan, mint én vagyok. A megyéspüspök szerint mesterségesen szított gyűlölet van a világban a kereszténységgel és a keresztényekkel szemben. A vér ökumenéjét éljük. Nem számít a túloldalon, nem számít, hogy katolikus, református, evangélikus, anglikán vagy más felekedethez tartozó keresztény. Az számít, hogy keresztény. És csak ezért rágyújtják a testvéreinkre a templomat, lelövik őket, papokat, szerzeteseket, lelkészeket, megcsonkítanak, megkínoznak, elégetnek. Óriási a megosztottság világunkban. És nem csak ilyen látványos keresztényüldözés van, Európában is jelen van a keresztényüldözés. Teljes erővel. Csak itt még nem fordult át tetlegességbe. Itt még nem folyik a vér. De már mindent megtesz az ellenfél azért, hogy lejárassa, nevetségessé tegye, szembeállítsa, és adminisztratív vagy más módon üldözze a keresztényeket. A Krisztus hívő keresztényeknek ezért radikálisabban kellene megélni hitüket. Emellett az összefogás és az egység is nagyon fontos, húzta alá a főpásztor. Csak együtt és egységben tudunk győzelemre jutni, az evangélium győzelmére, aminek az ára a kereszt. Ha követjük Krisztust, akkor nem ússzuk meg. De nem is kell, mert nekünk az a küldetésünk, hogy tanúságot tegyünk. A hitünkkel, a reményünkkel és a szeretetünkkel. És hogyha rátalálunk Krisztusra, és elindulunk a megbocsátás, a kiengesztelődés útján, akkor eljutunk az ellenség szeretetig, amely minden korban, minden időben a legnagyobb jel volt a keresztények életében. Hogy szerették az ellenségeiket, értük is imádkoztak, és értük is meghaltak. Ki akadályozhat meg bennünket ebben? Csak a bennünk, a szívünkben lévő megosztottság, senki más, és semmi más. Azért imádkozom, és azért dolgozom, hogy ez az egység ne csak Kaposváron, ne csak a mi közösségeinkben, egyházközségeinkben, gyülekezeteinkben, hanem az egész országban, az egész keresztény világban megvalósuljon. Az ökumenikus ima hét Kaposváron is folytatódik, ahol a felekezetek egymás templomait látogatják meg a 18 órakor kezdődő istentiszteleteken.